Sziasztok, Horváth Menyhért vagyok, a Life 1 Allé személyi edzője, és az alábbi videóban egy-két olyan gyakorlatot szeretnék bemutatni nektek, amit regenerációban és rehabilitációban tudtok alkalmazni. Regenerációnál előszeretettel alkalmazom az Evmimov profilaktort. Ez gyakorlatilag egy rugalmas fapad, amivel a gerinceinket tudjuk egy kicsit széthúzni. Tehát, hogyha egy súlyzós edzés során nagyfokú kompressziós erő éri a gerincet, akkor az edzés végén ezzel meg lehet egy kicsit pihentetni a porckorongokat és a csigolyákat. Kérlek, feküdj fel a padra, fogd meg a fejed fölött található fogantyúkat, és engedd, hogy a testednek a súlya az csak kihúzza a gerincoszlopodat. Ez egy sokkal gyengébb és kiméletesebb nyújtás, mint hogyha lógnál egy rúdon lefelé. Sok esetben az alsó testünknek a súlya az túl nagyfokú nyújtást hoz létre a gerinc és a csigolyák alsó szakaszán. Körülbelül 8-10 másodpercig tartsad ki a nyújtásokat. Fújd ki a levegőt közben, és érzed, ahogy ellazulsz, gerinc csigolyák eltávolodnak egymástól finoman. Jó, megmutatom a második gyakorlatot, kelljél föl. A második gyakorlatot azt 20 és 30 fok között fogjuk elvégezni. Kérlek, feküdj fel a padra. Fogd meg a két fogantyút, tedd fel a két talpadat a padra. Jó, és a medencédnek a billegtetésével próbáld meg megnyújtani a gerinced alsó szakaszát annyira, amennyire csak tudod. Majd ebben a kinyújtott állapotban fújd ki a levegőt, és maradj így egy 8-10 másodpercig. Jó, rendben van, húzd föl magadat egy picit a széles hátizmaid segítségével, tedd a karjaidat a hasadra, és egy ringató mozgást végezzél el. Eközben a ringató mozgás közben biztosan te is érzed, hogy a porckorongjaid azok nagyon enyhén közelednek egymáshoz, illetve távolodnak egymástól el. Ilyenkor növekszik a porckorongoknak a hidratáltsága, növelni tudjuk az anyagcsere folyamatokat a porckorongokban, és mindez nagyon jótékony hatással van a porckorongoknak a regenerációjára. Tedd fel a lábaidat, billegtesd ki a medencédet, kifújod a levegőt, és érzed, ahogy megnyúlnak a gerinc csigolyák. Jó, még egyszer tedd le a lábad oldalra, kicsit húzd fel magad, karjaidat tedd a hasadra, és ringatsz. Jó, köszönöm szépen, készen vagyunk. Ezt a két gyakorlatot szerettem volna bemutatni neked regeneráció témájában. Köszönöm szépen a figyelmeteket, remélem tudtam mutatni egy-két olyan gyakorlatot, amit tudtok használni rehabilitáció, illetve regeneráció során. Amennyiben további gyakorlatokra vagytok kíváncsiak, keressétek fel a Life 1 honlapját, és választhatok egy nektek szimpatikus személyedzőt.